Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László evangélikus lelkész vagyok, és önök a KUT című műsort látják itt a Pax TV-ben. Ez a mai egy felvett adás, ezért kérem önöket, hogy ne telefonáljanak, de ha szeretnék elmondani a véleményüket, vagy kérdésük van, akkor ezt megtehetik. Van egy e-mail címünk, a kutpax.tv, ezt így egybe a három szó, kutpax.tv@gmail.com e-mail címen. Ha erre az e-mail címre írnak, akkor mindenképpen válaszolni fogunk, vagy ha a vendégünkhöz van kérdésük, akkor ígérem, hogy ezt továbbítani fogom, és biztos választ fognak kapni a kérdéseikre. Az elmúlt héten láthattak egy beszélgetést Schäringer Károllyal, ahol bemutatkozott, elmondta az életét, elmondta mindazt, amit ő átélt, mélységeket és magasságokat, és ahogy az elmúlt héten ígértem, ma folytatjuk ezt a beszélgetést, ahol az életének hangsúlyosan arról a részéről lesz szó, amikor nagyon komoly mélységeket élt át, és hogy ebből hogyan tudott megszabadulni, mit jelentett ebbe a Krisztus hite, mit jelentett ebbe akár az emberi akarat elő, mit jelentettek a barátok, a társak, a gyülekezet, mit jelentett a feleség, a család, ezekről fogunk beszélgetni. Azért nagyon fontos ez a téma, mert bizonyára a kedves tévénézők közül is sokan vannak, akiket ez érint, akár személyesen, akár a családjukból valakit, akár az alkohol, vagy bármilyen szenvedélybetegségnek a problémája. Mi szeretnénk ebbe segíteni, hogy el tudjanak indulni a gyógyulásnak, a szabadulásnak az útján. És nagyon köszönöm azt, hogy eljöttél, és nagyon köszönöm, hogy kész vagy őszintén beszélgetni ezekről a nem könnyű kérdésekről. Isten hozott itt a stúdióba. Én köszönöm a meghívást. Azt szeretném kérni a műsor elején, hogy azok számára, akik az elmúlt héten az élőadást nem látták, egy pár szóban foglald össze, légy szíves, az életedet, honnan indultál. Tudom, a nagyon gazdag szakmai pálya van mögötted. Ha erről is mondanál egy pár szót, és utána megérkezünk majd az életednek a nehezebb szakaszaihoz is. Már is egy nehéz kérdéssel kezdtél, mert részint az életem, ha így belegondolok, most már lassan a 6. X-hez közeledve, olyan túl sok, hogy mondjam, jelentőséggel nem bír, hogy ilyen furán fejezzem ki magam. Részint pedig, hát hogyha az úgynevezett átlagemberhez, és most nem akarok senkit megbántani, tehát azokhoz képest, akik mondjuk elmennek egy munkahelyre, és 20-25 évet ott ledolgoznak békében, vagy kevésbé békésen, azokhoz képest bizony eléggé kacskaringós volt az életem. Aha. És ezek a kacskaringók, ezek percek alatt alakultak ki mindig. Aha. Tehát például okáért 3 perc alatt lettem újságíró, kedden még nem tudtam, hogy mit fog csinálni, szerdán már mentem interjút készíteni, ugyanez volt a televíziózással, ugyanez volt a könyvírással, sőt, hát végül is a feleségemmel is így vagyok együtt most már 23 éve, hogy úgy indult, hogy egy kis könnyül az a flört. Aha. Ha megpróbáljuk mindezeket a dolgokat összefoglalni, és javíts ki, ha bármit rosszul mondok, azt tudom, hogy nívódíjas rendező vagy, televíziós rendező, 22 könyved, vagy lehet, hogy az ott már még többet is írtál. Most már meg volt a 23. Meg volt a 23. Igen. És indultál olimpián is, olimpikonként úszásba, sőt, még az egész Dunát is átúsztad, és nem keresztbe, hanem hosszába, hogy ott ami 470 kilométer. Tehát az igaz, hogy te úgy fogalmazol, hogy hát olyan sok minden nem volt az életedben, sok de csak a 23 könyvet meg a Balaton átúszás, vagy a Duna végúszását nézzük, akkor ez elég jelentős dolog. Egy pár szóba így egy kicsit kronológiailag elmondanád az életedet, hogy ezek a döntések mikor és hogy jöttek az életedbe, és talán milyen folytatása volt? Hát nagyon röviden. Még egyszer azt tudom hangsúlyozni, hogy mindenhova az égiek vagy az Úr vezényelt. Tehát gyakorlatilag az, hogy én például úszó lettem annak idején, 9 évesen, az teljesen véletlenül alakult, mert édesapám azt mondta, hogy eléggé pocakos vagyok, ami még sajnos most is igaz. És hát mi volt a legközelebb hozzánk? Egy úszoda, ahol éppen ismerte is az úszómestert, hát akkor menjél, fiam, aztán tanulj meg úszni. És akkor ott ragadtam, így lettem válogatott úszó, sajnos abban tévedsz, olimpiára nem jutottam ki, csak majdnem. Tehát de szeniorként.
Ja, szeniorként az világbajnokság volt. Világbajnokság volt, bocsánat, igen. Szeniorként kijutottam, így van, nagyon közel voltam, hogy a moszkvai olimpiánra kijussak, de aztán ez végül is nem jött össze. Aztán úgy hagytam ott az úszást is, hogy délelőtt még edzettem keményen, aztán hopp, egyszer csak vége volt. Tehát lezárult a fejezet, de olyan hirtelenséggel, hogy utólag visszagondolva magam is csodálkozom rajta. Aha. Aztán kezdődött egy következő időszak, amikor úgy nem találtam a helyem, és bevonultam katonának. Akkoriban, ez 80-as évekről beszélünk, nagyon nagy üzlet volt a vendéglátózás. Uh-huh. És én mindenképpen vendéglátós akartam lenni, le is húztam két nyarat különböző vendéglátóipari helyeken, Balaton, Velencei tó, tehát így keresgéltem a helyemet, de igazából masszőrként sikerült úgy valahogy megállapodnom, szintén teljesen véletlenül, most már ezt többször nem mondom, ígérem. Ez azért lesz majd fontos, mert az igazi Istennel volt találkozás, hogy jóval később volt. Tehát most végig arról beszélsz, hogy az Isten akkor a tenyeré hordozott, amikor neked még nem volt talán személyes megváltód, nem? Várjuk, akkor ha Istenről kezdünk el beszélni, akkor most párhuzamosan az életemmel. Én azt, hogy Isten vagy valami felsőbb hatalom ezt az egész világot, környezetünket, vagy akár az én életemet valahogy irányítja, én ebben egészen biztos voltam már eszmélésemkor. Uh-huh. Tehát nekem afelől semmi kétségem nem volt, hogy ezt nem a szél hordta össze. Uh-huh. A nanovilágtól, a galaxisokon át, abban a rendben, abban a formában az elképzelhetetlen. És azt se tudtam se elfogadni, se beletörődni, sőt, hát sajnos a mai napig se tudok, vagy nem tudom, hogy sajnos ez vagy sem, minden esetre nem tudok, hogy csak úgy vagyunk a világon, hogy megszületünk, és akkor tengünk, lengünk egy darabig, aztán eltűnünk. Uh-huh. Nem, ebben nem lehet épésszel beletörődni, egy gondolkodó ember ezt nem tudja elfogadni. Uh-huh. Tehát magával az Istennel való találkozásom az sokkal előbbre nyúlik vissza. Tehát minisztráltam 9 évesen, 11-nehány évesen, nem egészen hivatalosan, hogy úgy mondjam, istentiszteletet celebráltam. Aha. Egy falu templomjában, most a falut hadd ne említsem, hát ha valakinek ott baja lesz még ennyi idő után is belőle. Aha. Tehát az egy más kérdés, hogy nem voltam gyakorló templomba járó. Bűnös ember voltam, és hát legyünk őszinték, gyarló ember vagyok ma is. Uh-huh. Nem vagyok bűntelen, nem vagyok szent, mint ahogy kevesen vannak köztünk. De az Isten jelenléte az folyamatos volt a mai napig is. Uh-huh. Mindig. Az más kérdés, hogy ez nem öltött formát, nem öltött kereteket, uh-huh. vagy nem volt ennyire meghatározott. Megkérdeztem egyszer a lelki pásztoromat, hogy nevezik azt, amikor az ember mindig is hitt Istenben, de aztán egyszer átadta magát neki, azt mondta megszentelődés. Nem tudom, hogy ez bibliailag vagy teológiailag helyes kifejezése. Teljesen jó, igen. Igen, ezt én is vallom, és ez valóban egy nagyon jó szó, és nagyon fontosnak tartom ezt a megszentelődést, amikor az ember elkezd járni a hitnek az útján, az olyan, mint valóban egy találkozás, és utána pedig elkezd bizonyos dolgokat, amiket az Istentől ajándékba kapott, bizonyos dolgokat odaadni az Úrnak, és azok fejlődnek, és amikkel megküzd, azzal meg az Isten segítségével harcol, és azért azt ugye valljuk, hogy kegyelemből van üdvösségünk, de azért én hiszem, hogy mondjuk egy 10-15 év hívő keresztény élet után azért látszani kell valami az életünkben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát
olyan vagyok, mint eddig, de ez egy jó kifejezés valóban a megszentelődés. És azt hagy kérdezem még meg, most a párhuzamos síkok közül az életrajzi síkon kicsit haladva, hogy meddig, milyen beosztásban, hogy mind dolgoztál a Magyar Televíziónál. Ez akkor az M1 volt, ugye? Vagy így ez az állami, ott, a királyi tévé. Így, a királyi televízió volt a televízió, és annak is a híradója. Aha. Napi 6-6,5 milliós nézettséggel, tehát az egy, hogy mondjam, hát őszinte leszek, az egy hatalom volt, tehát ott dolgozni, az befolyással járt. Az hányban volt? Mettő. 90 vége, tehát a rendszerváltás és a médiaháború, tehát a legnagyobb. Legizgalmasabb. Hát én azt hiszem politikailag is, és a média tekintetében is a legizgalmasabb. Én nagyon élveztem. 23 könyvet közül szól valamelyik erről? Nem. Nem, akkor ez nem. Legyen a 24. mert ez azért biztos izgalmas lenne. Nem tudom. Egy biztos, hogy én rettentően élveztem, nem is értettem meg valam őszintén, hogy ebben mennyit kínlódnak ott körülöttem, meg mennyit szenvednek, mert borzalmasan színes volt az a világ, és nagyon változatos. Az más kérdés, hogy hát ne, a politikai párbeszéd, hogy úgy mondjam, nem folyt mindig normál keretek között, aha, de ettől függetlenül én lubickoltam abban, én imádtam a televíziózást. Ha már itt tartunk, így a könyveket többször is szóba hoztad, őszintén be kell vallanom, hogy én nem vagyok az a belülről író ember, tehát hogy ihletre várok, meg benső hangra, hanem én úgy írok, mint ahogy az ács ácsol, a kovács kovácsol, tehát ez nekem egy munka. Ami a szenvedély volt, az a televízió. Uh-huh. Azt szenvedéllyel tudtam csinálni éjjel-nappal, 0-tól 24-ig, és azt imádtam csinálni, és nagyszerű időszakot éltem meg konkrétan a híradóban, aztán utána eltávolodtam a televíziótól, tehát már nem voltam alkalmazott munkatárs, de aztán később visszakerültem külsősként, tehát sok zenés filmet készítettem, és amire talán a nézők legjobban emlékezhetnek, volt egy 112 extra című műsorom, ami a börtöninterjúkat tartalmazta. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan másfél-két év alatt én bejártam Magyarország valamennyi börtönét. És hát ott különböző elítéltekkel készítettem nagyon, szerintem több száz interjút. Aha. És amivel nívódíjat nyertem, az pedig az volt, hogy a gyilkos és az áldozat egy közvetlen hozzátartozóját szembesítjük. Tehát amit kivittek a Spliti Fesztiválra, az a film, az egy gyilkos és az áldozat lánya ült le egymással szembe. Aha. Hát ott is az égiek voltak velem, mert ennél szebben, mint ahogy az a nő beszélt, aha, hogy csak egy példát hadd mondjak, az volt a végszava, és Hollywood író legyen a talpán, aki ennél szebbet kitalál, hogy tudja, szerintem maga halálbüntetést érdemelne, de nem írnám alá a parancsot. Ez szép. Tehát hátborzongató volt az, aha, egész. Olyan szerencsésen alakult a dolog, hogy ezt megkomponálni se lehetett jó. Ha előre megírom a szöveget, akkor se tudtam volna jobban. Ha valaki nézi mondjuk olyan negyed órája a műsort, akkor egy abszolút emberi szemmel sikeres pályafutás lát maga előtt, de
megvoltak ennek a mélypontjai. És most hagyj idézzek tőled, egy írásodat találtam az interneten, Nincs instant boldogság az a címe, és az első bekezdés hadd olvassam fel. Megvallom, eszem ágában sem volt az alkoholizmusom leküzdésével a nyilvánosság elé állni. Nem azért, mert szégyellem a történteket, hanem azért, mert még a látszatát is szeretném kerülni annak, hogy az önjelölt próféta szerepében tetszelegjek. A lelkem mélyén motoszkáló kételyt egy barátom érdesen fogalmazta meg, telekürtölöd a világot azzal, hogy valamikor sokat ittál. Ugyanakkor van az éremnek egy másik oldala is, ezen pedig az áll, hogy a saját bőrömön érzem, milyen sokan kíváncsiak arra, hogyan sikerült visszatérnem a földi pokolból. Ahogy említettem a bevezetőbe, bizonyára a kedves tévénézők között is vannak sokan, akik erre kíváncsiak, akár a saját életükre, akár házastársukra, gyermekük életére nézve. És én azt szeretném, ha most hangsúlyosan erről beszélgetnénk. És ahhoz, hogy a szabadulásról tudjunk beszélgetni, szerintem nagyon fontos megérteni a hátterét, a lélektanát annak, hogy egyáltalán miért nyúl valaki a pohárhoz. Miért nyúl egy olyan ember a pohárhoz, aki akkor látszólag sok mindenben sikeres, olyan akaraterővel rendelkezik, amit azért a sport ad az embernek, ez is ott van az életében. Mi az, ami téged odavitt, hogy mégis ebbe kerestél menedéket, boldogságot, vagy ami odavitt az alkohol közelébe? Hát itt két válasz adja magát. Az egyik a hivatalos és a tudományos válasz, hogy örökölhető, hogy genetika, hogy családi minta, és így tovább. Meg van az én válaszom, ami talán meglepő lesz, de ha már ennyire őszintén kezdtünk el beszélgetni, akkor hadd legyek őszinte. A látszat ellenére, tehát annak ellenére, hogy engem mindig mindenki vidám embernek ismert meg, egészséges, nagy darab, sportos, sikeres, viszonylag sikeres fiatal embernek ismert meg, én eléggé depresszív hajlamú vagyok. Tehát anyai ágon 4 generációra visszamenőleg depressziósak voltak az őseim, apai ágon meg alkoholisták. Tehát én nagyon sokszor láttam úgy a világot, még akkor is, amikor ez egyáltalán nem látszott rajtam, hogy ha körbenézek, akkor most mi ez? Hát most hogyan? Mi ez a sok szegény ember? Vagy hogy kerül elő ez a rengeteg háború? Vagy miért marjuk egymást egy egyszerű sorbanállásnál? Vagy miért nem lehet elmenni az utcán 300 métert úgy, hogy valaki rád ne dudálna, vagy uram, bocsá, el ne kezdene az öklét rázni. Tehát egy kicsit mindig úgy tekintettem a világra, hogy hát most ez mi ebbe a nagy trubáj? És ez valószínűleg, még egyszer mondom, a depresszív hajlamomnak köszönhető, amiben aztán én a depresszióba bele is estem mélyen. Tehát voltak időszakaim, amikor klinikailag depressziós voltam. És akkor már ott volt az alkohol az életedben, vagy azt utána ilyen fajta pótlékként használtad? Az alkohol a legjobb szorongásoldó. Tehát az bármelyik bolt, bármelyik polcán lehet kapni, amíg az ember pénzzel bírja. Ez nem olyan hosszú idő, kinél mennyi, de általában azért 2-3 évnél tovább egy átlagos jövedelmű ember nem nagyon bírja. Az alkohol a legjobb szorongásoldó. Tehát ugye itt elhangzott, vagy felvetődött, hogy a szüleim gyors egymás utánban haltak meg, és ezzel közvetlenül szinte egy időben kezdtem el az ivást. De ha én mélyen magamban nézek, és kifelé azt mondom valakinek, hogy figyelj öreg, ehhez semmi köze nem volt a kettőnek egymáshoz, akkor nem hazudok, igazat beszélek. Én úgy gondolom, hogy akit nem akarok személy, tehát külön-külön eldönteni, hogy ki miért iszik,
de én azt gondolom, hogy az emberek jelentős része a feszültségét oldja ezzel, vagy a depresszióját, vagy a letargiáját, és igazából minden más csak ürügy. Tehát ha le akarjuk küzdeni, már pedig most ugye arról beszéltél az elején, hogy azért próbáljunk meg valamiféle kapaszkodót adni, akkor én azt gondolom, hogy az első lépés, hogy legalább magunkat ne csapjuk be. Nem mondjuk azt, hogy én azért iszom, mert elhagytak. Azért iszom, mert kirúgtak. Azért iszom, mert hiszen józanul végig gondolva minden épesző ember tudja, hogy csak ront a helyzeten. Kirúgnak, nem munkát keresek, hanem a kocsmába megyek. Minden egyes nap elvesztegetett nap. Tehát önfelmentés, önsajnálat, ezt kerülni kell, mert akkor nincs menekvés. Tehát ha valaki elfogadja azt, hogy nem én vagyok a hibás, hanem erről a világ tehet, a feleségem tehet, a családom tehet, a munkahelyem tehet, abban a pillanatban vége is a történetnek. Legyünk őszinték magunkhoz, itt kezdődik a történet. Amikor egy alkoholista van a családban, akkor sokszor nem csak ő hazudik, hanem a család is belemegy ebbe a játszmába. Igen. Mennyire fontos az ő szerepük, hogy ők akár szembesítsék a másikat, amikor sokan ezt úgy élik meg, nem helyesen persze, hogy ez az ő szégyenük is, hiszen mit gondolnak rólam, hogy biztos azért iszik a férjem, mert ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Tehát azért itt kialakulnak olyan játszmák, amiben mindenkinek megvan a saját szerepe. Ezt te hogy élted át, vagy hogy élted át a családod ezt? Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam a feleségemmel, akinek ezúton is és ehelyütt is köszönöm, amit értem tett, és most furcsa lesz, amit mondok, tűrte egy darabig, aztán kirúgott, és ennél jobbat nem tehetett volna. Tudnélik rájött arra, amitől én az imént beszéltem, hogy ez csak bla-bla-bla, hogy majd, ha ez véget ér, akkor leszokom, majd, hogyha így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, akkor leszokom. Tehát, ha csak egy mód van rá, mondjuk egzisztenciálisan, mert azért manapság szétköltözni nem mindenkinek könnyű. Manapság egy új életet kezdeni, nagyon nehéz, kifejezetten nehéz. De ezekben a játszmákban nem szabad belemenni. Nem szabad. Tehát egy alkoholistával, ha valakiről kiderül, hogy alkoholista, akkor azzal nem szabad együtt működni semmilyen körülmények között. A segítés az más. A segítés az más. Tehát itt félreértés ne esik. Nem azt mondom, hogy lökjük az árok partjára, sőt, én vagyok az első, aki oda megyek érte, és megpróbálom kihúzni az árokból, de azzal kezdem, hogy figyelj, öreg, te alkoholista vagy, és most ezzel vagy szembesülünk, vagy nem. Hogy kérdezzek egy nehezet. Egy interjúban azt mondtad, hogy amikor nagyon elkezdtél inni, akkor neked a 2 liter vodka volt a napi adag. Ez mondjuk már mindenki számára mondjuk egy alkoholizmus. De amúgy kit nevezünk alkoholistának? Vagy honnan alkoholista egy alkoholista? Te ezt hogy tapasztaltad? Nagyon gyakori kérdés, jogos kérdés. Én szerintem ezt sem deciliterre, sem literre nem lehet megmondani. Nincs mértékegysége. Az alkoholista az, amikor az életminőségét kezdi el befolyásolni. Tehát amikor aszerint döntök, például a kokáért először nem borotválkozom meg, mert másnapos vagyok. Először mondok le egy találkozót azért, mert inkább a kocsmába szeretnék menni. Először nem váltok alsónadrágot. Elnézést, ilyen apróságból tevődik össze, mert ezek tartják egyben az embert. Tehát amikor a munkatársaimnak például mondom, hogy borotválkozzanak, az nem azért van, mert utálom a szakállat és mániákusan szeretném, hanem az egybe tartja az embert, hogy,
hogy rendet tegyen körülöttem. Egyébként ennek a nagy része mai napig is a feleségemre hárul ilyen szempontból. Én csak annyit, hogy hagyom magam vezetgetni ezen az úton. Aha. De tehát az alkoholizmus ott kezdődik, amikor már az alkohol van a döntésednek, ha nem is az origójában, de minden esetre befolyásolja. Aha. Teljesen mindegy, hogyha valaki el tud, én egy liter vodkát rajtam nem vett észre senki. Azon kívül, hogy a szagát, ha véletlenül megérezte, aha, azon kívül én rajtam egy liter vodka, az nem látszott meg. Tehát ha azt vesszük, más meg két decitől kész. Ki kell mosni a gyomrát. Tehát aha, nem lehet meghatározni sokkal inkább mennyiségben. Egy érzelmi kötődés, meg a hatása a hétköznapi életre. Így igaz. Abban a pillanatban, ahogy a hétköznapodat befolyásolja, amikor először valamit nem cselekszel meg, amit egyébként meg kéne, vagy megcselekszel, amit egyébként nem kéne, abban a pillanatban azt mondhatod, hogy hopp, itt ez az a pont, amikor dönteni lehet. És egy utólag vissza tudsz gondolni, hogy ez mikor volt a te életedben? Hát, azt hiszem akkor, amikor a feleségem ugye még akkor hitt ebben az egészben, hogy ő majd megmenthet, és bezárta az ajtót, hogy ne tudjak elmenni a kocsmába. Én meg a harmadik emeletről lemásztam egy építési állványon, és mentem. Aha. Tehát az utolsó korszak, utolsó alkoholista korszaknak az volt a fordulópontja, amikor az ember azt mondja, hogy még a harmadik emelet se számít, életveszély. Aha. Életveszélyről beszélünk. Értem. És, vagy bocsánat, volt már előtt azért voltak jelek, amiket el kellett volna gondolkoznom. Azért ugye a híradós korszakomból maradt egy csomó politikai, egész magas szintű politikai kapcsolatom. És már másodszor mondtam egy akkori miniszternek, Isten nyugosztalja, azóta meghalt, most a nevét hagyjuk, már másodszor mondtam egy megbeszélt időpontra egy miniszternek, hogy nem megyek el, mert ez történt, meg az történt, miközben annyi történt, hogy nem tudtam vezetni, mert olyan másnapos voltam, hogy begörcsölt a kezem. Aha. Tehát ezek a figyelmeztető jelek, innentől kezdve biztos, hogy alkoholista vagy. Tök mindegy, hogy mennyit iszol. Ez lehet egy liter bor, lehet három liter vodka. Aha. Hát volt olyan, amikor ittas vezetésére elkaptak 4,68 ezerékkel. Na most az orvosi egyetemen azt tanítják, hogy a három az már halálos. Tehát 4,68 ezerékkel kaptak el, és én még vezettem. Aha. Tehát benne Székesfehérvár belvárosában csalinkáztam. Azt a mindenit. Nekem nagyon tetszett, amit mondtál arról, hogy a feleséget kitette a szűrődet, nem ezt tetszett, hanem hogy egyből hozzátetted azt, hogy ez nem szívtelenséget és nem kilökést jelent, hanem megmarad a segítség és megmarad sok minden, de akkor, amikor ez megtörtént, nem biztos, hogy így érezted, vagy így gondoltál, akkor is így. De. És hogy alakult utána az életed? Tehát úgy elkezdtél gondolkodni ezen, hogy milyen mélyre kerültél, vagy hogy indult el így benned egy változás. Hadd olvassak még föl egy rövid részletet az írásodból, és erről még egy picit beszélgessünk, ez egy elég megrázó rész. Azt írod, hogy amikor az ember így tönkreteszi magát, eljut odáig, hogy már igazából nem nagyon számít az se, hogy vele mi történik, és leírod itt, hogy 72 másodpercig állt a szíved, és 77, akkor 70, rosszul írtam. 77, én olvastam rosszul. Ja, igen. 77. Igen. 77 másodpercig. Persze, csak vicceltem. Ez mi volt az életed, milyen szakasz volt, és tényleg ennyire mélyen volt, hogy nem érdekelt volna, hogyha nem tudnak fölkelteni? Én bele... nem is az, hogy beletörődtem, elfogadtam, hogy meg fog halni. Tehát tudtam nagyon jól, hogy ez az életmód, ez nem vezet máshova, csak a sírba. És olyan nagyon nem ragaszkodtam én ehhez az egészhez. És aztán, hogy mondjam, nem kezdtem el gondolkodni, mert ott is
amikor megállt a szívem, és másnap ki akartak engedni a, pontosabban ki akartam jönni a detoxikálóba, akkor mondta, hogy meg kell várni a főorvos urat. Mondom, ugye viccelnek, hát Magyarországon csak bírói utasi, vagy bírói aláírással lehet valakit fogva tartani, engem nem tartanak itt fogva. Tehát ezek szerint az, hogy a feleséged ebben a helyzetben megszüntette a közös együttélést, hogy így mondjam, hogy nem ott hagyott érzelmére, csak erre azt mondtad, nem csinál tovább, a sokkal jobban megrázott, mint az, hogy majdnem meghaltál? Az se rázott meg. Nem rázott meg semmi. Semmi. Akkor mi volt az, ami megrázott, és azt mondtad, hogy ennek vége? Szerintem nem volt ilyen határozott pont. Aha. Amikor felkerültem a magyarországi Biblia szól gyülekezetbe Budapestre, a Golgota utcába, és itt feltétlen itt is, meg majd meg már a múlt adásban is említettem, Göde Ferenc nevét, aki iskolai osztálytársam volt, és akit gyakorlatilag az Úr küldött hozzám, hogy mentsen meg, mert szinte rángatott magával, hogy már pedig igenis a gyülekezet. Igenis a gyülekezet. Akkor már szinte hajléktalan alkoholista volt. Hát gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag igen. És a Gál Tiborc ugyanennek a kis gyülekezetnek a székesfehérvári lelkipásztora. Sokat megemlíthetnék, most elnézést kérek mindenkitől, akit kihagytam. De valahogy ez a közösség kezdett el szép lassan felépíteni, testileg, lelkileg. Tehát én már olyan szinten voltam, hogy bementem egy boltba, nem mertem az eladó szemébe nézni, remegett minden porcikám. Tehát, és ez a közösség vett körül egy olyan légkörrel, amit nem tudok jobban kifejezni, mint hogy Jézus jelenléte szinte kézzelfogható volt. Aha. Tehát mondok egy példát. Ugye felköltöztem a dormba. Göde Feri... Mondjuk el, hogy micsoda pontosan. A dorm az egy kollégium, latinul azt hiszem alvást jelent, aha, alvóhely. Egy kollégium-szerű. Azok laknak ott, akik ugyanennek a gyülekezetnek az iskolájába, aha, járnak, és vidékiek. A gyülekezet által fenntartott kollégium és hajléktalan. Így van. Hát igen, befogadnak mindenkit, aki arra rászorul. Aha. És akkor, tehát ennek a szellemisége kezdett el először úgy valahogy belém ivódni. Tehát olyan volt, voltak ilyen, minden szerdán este voltak ilyen dormgyűléseink. És akkor én ugye felköltöztem, ott a Göde Feri felelősséget vállalt, értem, hogy bármi hülyeséget csinálok, mint alkoholista, nem sok bizodalmuk volt. Aha. Bármi hülyeséget csinálok, ő vállalja az anyagi felelősséget, ha ellopok egy laptopot és vodkára váltom, akkor azt ő kifizeti, és így tovább. Mindegy, lényeg, hogy nem sokra rá, be is rúgtam nagy hirtelen, és fogalmaztam, ez kedden volt, már fogalmaztam a búcsú és védő beszédemet a következő gyűlésre, mert nyilvánvalóan ki fognak rúgni. Aha. És teltek múltak a napirendi pontok az értekezeten, és nem kerültem szóba, hogy hát a Karcsi ügye, aha, hogy mi van az én italozásommal. És akkor a gyűlés után oda megyek a Gál Tiborc lelkipásztorhoz, mondom neki, te figyelj, de hát és az én ügyemmel mi van? Hát milyen ügyeddel? Tudod, ezzel az ivással. Azt mondja, bántasz téged eleget. Mardos téged a lelkiismeret eléggé. Tehát az ilyen dolgok kezdtek el, hogy mondjam, belém csöpögni, aha, belém ivódni, hogy te Jézus Mária. Hát amikor az ember, én abban nőttem fel, meg mindenki azt látja maga körül, hogy ha valaki a földön fekszik, akkor még egy nagyot bele is rúgnak. Uh-huh.
És hirtelen már elmúltam 50 éves, amikor először rádöbbentem arra, hogy nem muszáj belerúgni abba, aki a földön fekszik, sőt. Amit itt elmondtál, abba benne van egy olyan dolog, amit ebbe az írásba is írsz, mint ellenjavalt dolog, ez pedig a türelmetlenség. Itt azt tapasztaltad meg, hogy hozzád hogy tényleg ilyen krisztusi szeretettel türelmesek voltak, és ahogy mondjuk az Isten sem olvassa egyből a fejünkre a dolgokat, hanem sokszor éppen a lelkiismeret által munkálkodik bennünk, és ezáltal mi vagyunk azok, akik szégyeljük magunkat, és ez sokkal inkább egy belső erőt ad, mintha félni kéne a fenyegetéstől, vagy bármi mástól. Te meg átélted ezt a fajta krisztusi türelmet ebben a gyülekezetben. Ha erről mondanál egy pár szót, hogy egy alkoholista életében akár ez a türelmetlenség, ha ezt tapasztalja, ez mit jelent, vagy hogy és mint legyen egy család türelmes ezzel? Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon, nagyon óvatosan kell bánni, ezt egyénileg kell mindig meghatározni az adott helyzet. Tehát nem lehet egy átlagos vagy általános szabályt felállítani. Én úgy gondolom, hogy vannak erre hivatott intézmények, amelyeknek kutya kötelességük türelmesnek lenni. Tehát ez a hivatásuk, hogy türelmesek legyenek, vagy a hivatásuk része a türelmesség. Ilyen egy gyülekezet, ilyen egy lelkisegélyszolgálat, ilyen egy hajléktalan otthon, és így tovább, és így tovább. Vagy a Máltai Szeretett Szolgálat, és még sorolhatnám a végtelenségig. De a családnak ott már nagyon, nagyon meg kell nézni, hogy mi az, amit még engedek, még mi az, amit nem. Mert egy alkoholista az egyrészt nagyon ravasz. Tehát nem tudsz olyat kitalálni, semmilyen módszert nem tudsz kitalálni, hogy egy alkoholista ne jusson alkoholhoz. Tehát ha kell, akkor én ebből a széklábából alkoholt facsarok holnap reggelig, ha most úgy döntetek, hogy ide bezártok, és ezzel óvtok meg attól, hogy igyak. Nem lehet. Szó se lehet róla. Tehát nagyon ravasz. És ravasz olyan szempontból is, hogy folyton folyvást elhitesse a környezetével, hogy majd lesz ez másképp is. Majd eljön az idő, amikor nem. Meg különben is meg kell, hogy értsétek, hogy ez azért van, mert én annyit szenvedtem már, hogy ezt nem lehet kibírni, hogy ezt értsétek, most haltak meg a szüleim, hát én is folyton mondogattam. Aha. És a család mivel szeretne reménykedni, ezért igyekszik elhinni. Kapaszkodik minden szába, pláne hogyha valakit szerető család vesz körül, akkor annak nagyon nehéz azt mondani, hogy már pedig itt van a piros vonal. Aha. Tehát én azt mondom, hogy ebben el kell menni kint az életben, a hétköznapi életben. Még egyszer mondom, az erre hivatott intézményeknél vagy közösségeknél az egy más történet. De vagy mondjuk például egy pszichiáter orvos vagy egy addiktológus az nem mondhatja azt, hogy már most itt vége a történetnek, többet ne jöjjön, mert magán úgy sem lehet segíteni. Ő neki felesküdött arra, hogy addig segít, amíg élek és egyáltalán szufla van bennem. De a családnak valahol, és ezt nagyon nehéz megtalálni a pontot is, meg nagyon nehéz betartatni azt, hogy itt húzok egy piros vonalat, és figyelj, ha ezt átléped, itt nincs mese. Ez a vége. Volt egy barátom, hát alkoholista volt, befogadtam, és azt mondtam, hogy mivel ezt most már 15 éve játszod legalább ezt az alkoholizmust, ezért egy esélyed van. Itt lakhatsz nálam, etetlek, itatlak, ruháztatlak, minden lehetőséget megkapsz arra, hogy talpra álljál, de amikor először berúgsz, akkor menned kell. Ez így tiszta? És azt mondta, hogy igen, tiszta, és hát sajnos bekövetkezett, úgyhogy kénytelen voltam azt mondani, hogy
hogy nem, ez volt a piros vonal. Meséltél sokat a lelki küzdelmekről és a lelki kínról, de az alkoholizmus elhagyásával együtt járnak azért nagyon komoly fizikai elvonási tünetek is. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ha valaki keresztény lesz, akkor így az Úr lenyúl az égből, és akkor hopp, mint ahogy mondjuk Jézus gyógyításainál így egyik pillanatra a másikra emberek megtisztultak. A te életedben ez hogy történt? Mekkora volt benne a te biztos szereped? Vagy azt tudom, hogy azért sok szenvedés volt benne, itt írsz 3-4 napról, ami azért nagyon, nagyon nehéz volt. Biztos van olyan is, akiért Jézus lenyúl. Te hogy érted át? Érted is lenyúl, csak ez a fizikai része. Értem fizikai is. Része milyen értem. Volt? Nem, én már akkor elég rutinos voltam az italozásban, és tisztában voltam vele, hogy a fizikai kötődés, pontosabban a leszokással együtt járó elvonási tünetek, azok borzalmasak. Tehát nem tudom, voltál-e már másnapos. Még részek se voltam. Még részek se voltál, akkor nem tudod, hogy elmondhatatlan kényszenvedés, és olyan kényszenvedés, hogy nem tudod megfogalmazni, hogy voltak éppen mi a problémád, csak valahogy borzalmas. Aha. Na most egy szerény másnaposságot kell beszorozni olyan 10-15-tel, rettenetes, tehát az valami. Hoztál egy tudatos döntést, vagy akkor most nem is a stúdióban, de tényleg bezártak valahova, vagy volt melletted segítség? Nem, vagy? Akkor én magam hoztam tudatos döntést, akkor mondtam, hogy fiúk, akkor most, hát most ilyen leláncoltattam magam valójában, de hát ha akartam volna, akkor szabadulok a lánctól, de szó szerint? Szó szerint, igen. Igen. Szó szerint. Ez kemény. Ha nagyon akarok, tudok szabadulni a lánctól, de nem akartam, mert véget akartam vetni ennek a és ez hány nap történetnek. Volt így? Hát 3 nap az rémálom. Tehát az 3 nap, tehát ha valaki úgy dönt, hogy most véget vetek az italozásnak, akkor, és ezt mondjuk a környezete segítségét kéri, akkor fel kell készülni arra, hogy 3 nap rémálom, 3 nap, 3 éjjel rémálom. Tehát ott az borzalmas fizikai állapot. A tántorgástól, nem akarok itt, hogy mondjam, ennél valami. Kemény tünetek voltak. Igen, tehát nem akarok részletekbe bonyolódni, de borzalmas tünetei vannak. És aztán utána még hosszú hetekig tart ez a gyengeségérzés, a lagymatagság, akkor a következő lépés az, hogy megint normálisan tudjál beszélni emberekkel, a szemükbe merjél nézni, hogy már úgy ne kelljen mindig elfordítani a szád, hogy bűz lesz a piától, meg hogy... Aha. Tehát egyáltalán, hogy közösségbe tudjál lenni. Aha. És aztán utána, bár most te kifejezetten a fizikai elvonási tünetekre kérdeztél rá, én azt hiszem, hogy ilyenkor érdemes azért orvost megkeresni. Aha. Tehát jó, ha ezt a folyamatot egy szakember felügyeli, ha nem is mindjárt kórházban, de minden esetre eléggé rizikós ahhoz, hogy már az is rizikós, hogy végigcsinál, de őszintén szóval benne van a pakliban az is, hogy egyszer csak megáll a szíved, aztán annyi, pláne ilyen mennyiségű ital után. Uh-huh. Tehát 2 évig napi 2 liter vodka meg még, ami jött, az nem az átlagos. Ami engem nagyon elgondolkoztatott, és amit tőled olvastam, ez nagyon egybeesik egy olyan alkoholistának a folytatott beszélgetésemmel, aki nagyon sok mindenben hasonló utat járt, mint te, hogy azt gondolná az ember, hogy amikor mondjuk fizikailag is, lelkileg is megtörténik ez a szabadulás, akkor úgy felragyog minden. És nagyon sokan azt mondják, hogy ilyenkor
ami eddig az alkohol adott, valami rózsaszín köd, vagy ami az eltűnik, és az ember ott marad. Mert hiszen volt valami pótlék eddig, de most nincs. A te életedben mi volt az, ami ott megjelent célként, tartást adott ezután, hogy ne ess vissza? Szerintem az már akkor egyértelműen az volt, hogy azt mondtam magamnak, hogy én ezt megcsinálhatom önmagammal, de sem a feleségemmel, sem a fiaimmal, sem a barátaimmal ezt nem. Tehát vagy gyorsan belehalni az italba, vagy abba hagyni. De tehát felfogtam végre azt, hogy itt nem az én szórakozásomról van szó. Itt az italozás az nem arról szól, hogy én elkezdek inni, és akkor hát a szegény Sáringer Karcsi. Nem. Hát a Sáringer Karcsinak van két gyermeke, van immáron unokája, és akkor még nem volt, de most már van, hála Istennek. Van egy felesége, van két kutyája, van szomszédasszonya, és vannak barátai. Hát ővelük nem tehetem meg. Aha. Ővelük nem tehetem meg. Elérkeztél idáig, és hogy kérdezzem meg, ez nagyon izgalmas kérdés, hogy mint mennyi idő után sikerült visszanyerni a családnak és a feleségednek a bizalmát? Szerintem, hát nem tudom, hogy vissza lehet nyerni igazából. Aha. Szerintem, akik ezen egyszer átmentek, mármint egy alkoholista mellett éltek huzamosabb ideig, akár csak hónapokig, azokban mindig ott van egy kicsit a félelem. Aha. Igen. Tehát nem szívesen hozom szóba az alkoholt, még olyan szinten se, hogy most úgy érzem, hogy nem tudnék lenyelni egy korty vodkát, nem hogy két litert. Tehát én úgy gondolom, hogy olyasmi ez, mint amikor a kutya vagy egy kisgyerek megégeti magát a kályhánál, és utána már nagyon nem szívesen megy közel hozzá. Aha. Nem, őszintén szóval erről még nem beszélgettem így ennyire mélyen a feleségemmel, de én azt hiszem, hogy még mindig tartanak tőle. Aha. Ne ha kimondva, vagy csak lelkük mélyén. Uh-huh. Tehát ha én azt mondom, hogy most van egy üzleti megbeszélésem az XY kocsmában, akkor milyen üzleti? Miért nem cukrászdába mentek? Aha. De mi volt az a életszakasz mondjuk ezek után, amikor ő mondta, hogy most akkor költöz vissza? Elteltek hónapok, vagy így beállítottál, és azt mondtad, hogy... Beállítottam, igen. Beállítottam egy nájlonszatyorral, meg 2000 kölcsönként forinttal, úgyhogy fogalma se volt, hogy mihez kezdünk. Aha. Ez volt 2012. január 4-én. És se ő nem tudta, hogy mi lesz, se én nem tudtam, hogy mi lesz. Ott csengett a fülemben egy mondata, a feleségem mondta ezt, édesanyám, amikor meghalt, és hát nem volt se pénzem temetésre, semmi, tehát teljes kész. Az volt életem egyik legszörnyűbb napja, amikor hozzá be kellett menni a patológiára, és onnan az utolsó maradt még valami 130 forint egység a telefonomon, és akkor onnan felhívtam őt. Akkor már még külön voltunk. És mondtam neki, hogy hát itt vagyok a patológián, meghalt édesanyám, stb. És akkor azt mondta, mindig a fülembe cseng, hogy ketten együtt mindent kibírunk. Aha. És ez akkor erőt adott, meg azóta is erőt ad. Aha. Meg azóta is erőt ad. Lassan vége a két órás beszélgetésünknek, de így zárásként most azt mondtad, hogy azóta is erőt ad. A hétköznapokban mennyire
tudsz szolgálni alkoholisták felé? Mennyivel más az, amikor valaki azt mondja, hogy ebbe én is benne voltam, és tudom, hogy ez mit jelent? Sokat, sokat. Ezt tapasztaltam, hogy a hitelesség, tehát az, hogy tudom, hogy miről beszélnek. Pontosan értem, hogy mikor mit mond. Uh-huh. Mert aki nem volt benne, az el se tudja képzelni, hogy most ez mit jelent. Tehát az rengeteget jelent, és hála Istennek megadta nekem a sors, hogy valakivel hosszabb távon, valakivel csak egy órás beszélgetés erejéig, de mindig tudok erről beszélni emberekkel, és azt hiszem, hogy hát nem nagyon rossz ezt kimondani, vagy legalábbis nagyképűnek tűnhet, de a féle példakép lettem ilyen szempontból, uh-huh. hogy lám meg lehet csinálni. Persze nem én csináltam meg, mi tudjuk, mindketten tudjuk, hogy ezt az Úr nélkül nem lehet megcsinálni, természetesen. Uh-huh. Na de hát ugye fölkelünk az ágyból, és olyan természetes, hogy pattanunk és fogat mosunk. Természetes? Nem, nem az. Nekünk az, de van, akinek nem. Van egy fogyatékos kislányom, tehát tudom, miről beszélsz, igen. Tudod, volt egy ilyen kis összejövetelünk a gyülekezetben, és azt mondja egy kerekesszékes fiú, hogy ő most már tulajdonképpen beletörődött ebbe, hogy így született és így hal meg, de egyszer szeretne 2 percet futballozni. Hm. És olyan csend lett, hogy megállt a kés a levegőben. Aha. Tehát arra mondom én azt, hogy mondhatom én, hogy ilyen akaraterő, olyan akaraterő, meg hogy ezt csináltam, meg azt csináltam. Lehet, hogy ezt én csináltam végig, de ez kiadja az erőt. Hát, ahogy szokták volt mondani, a legegyszerűbb evangelizáció. Szóval levegőt szoktál venni. Igen, és azt kitől kapod. Aha. Tehát az én részemet, amit emberileg lehetett, hozzátettem, de ha onnan nincs segítség, vagy kegyelem, aha. még inkább, akkor semmi az egész. Ez a két beszélgetés, ez pont ezért készült, mert abban bízunk, hogy akár a tévékészüléken keresztül, akár majd utána az interneten sokan megnézik. És amikor én beülök ide egy-egy adásra, és bármilyen témáról beszélgetek, és különösen amikor ilyen személyes bizonságtételről van szó, akkor azért imádkozok, hogy csak egy ember legyen, egyet adjon az Úristen, akit mi lehet, hogy soha nem tudunk meg, és nem is baj, mert nem ez a cél, de akinek mondjuk megváltozik az élete, és én azért köszönöm neked ezt a nagyon őszinte beszélgetést, mert ahogy említettem, és ebben sincs most semmi érdem, meg egyéb, én tényleg soha nem voltam még részeg, és itt mondhatnék nagy bibliai igéket, meg okoskodásokat, de azért ez így ezerszer hitelesebb. Annyit hagy kérdezzek, még van egy ilyen szűk 4-5 percünk, annyit hagy kérdezzek még, hogy ilyenkor, amikor az ember ezt átéli, akkor utána mennyire marad ott az alkohol kísértésként? Említetted, hogy a családtagok talán mindig ott van egy félelem, de valamilyen szinten megmarad az emberbe a vágy? Nekem nem. Nekem elpárolgott. Uh-huh. Már nem emlékszem az idejére, nem emlékszem a módjára, de valahogy eltűnt. Tehát egyszer csak, még egyszer mondom, nem tudom, hogy hogyan, de én abban azt a kegyelmet kaptam az égiektől, hogy ezzel a részével nem kellett megküzdenem. Tehát nekem sose kellett fogvicsorítva vagy így elmenni a kocsma mellett, hogy ne is lássam. Aha. Ez valamiért, ez a része éppenséggel kíván. Tudom, hogy van ilyen, mert hallom azoktól, akikkel ilyenekről beszélgetünk, de ez a része, ez nekem az utolsó résznél teljesen kimaradt, tehát nincs,
semmilyen jelentősége nincsen, hogy ha az asztalon van az ital, vagy a polcon, vagy a kocsmában, vagy nem játszik, tehát teljesen mindegy. Az elmúlt adásban beszélgettünk arról, hogy milyen fontos számodra a gyakorlati kereszténység és a gyakorlati hitnek a megélése. Ezt mondom a kedves tévénézőknek, akik lemaradtak róla, hogy a Pax TV-nek a tárhelyén ott megtalálják, tehát keresik meg a Pax TV-nek a honlapját, utána ott az archívumot, K betűnél a kútműsort, és akkor ott láthatják az előző, az élő beszélgetést. Azt, hogy kérdezem most még, hogy gyakorlatban az életed az melyik gyülekezethez kötődik, hol van a lelki otthonod, lelki pásztorod, hogy mint éled ilyen szempontból a hétköznapokat? Hát a Magyarországi Biblia Szól Egyházhoz kötődöm, ha lehet így mondani, hol szorosabban, hol lazábban, de ez csak látszott, mert azért lélekben ott vagyok. Például a Golgota utcában is, Budapesten is, és hát azon belül is a Székesfehérvári gyülekezet Gál Tiborc lelkipásztor vezetésével. És a hétköznapokban nagyon kevés idő van. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy mit szólt mondjuk a család ez a változáshoz, milyen hatással volt rájuk, főleg hitbeli szempontból. Volt ilyen, aki mondjuk ennek a hatására gondolkozott el? Isten létéről, vagy erről a gyógyulásról? A családban nem tudom. A feleségem is olyan volt, mint én, hogy mindig is hívő volt, mindig is imádkozott, ő mindig is közel volt. Sőt, hát ha van az imának, hogy mondjam, nyomatéka, akkor a feleségem hatékonyabban imádkozik, mint én, mert több imája hallgattatik meg, mint nekem. Aha. Gondolom ez volt a legnagyobb imádság, hogy te... Nem beszélt róla, tehát feleségem nem szószátjár ilyen szempontból, hogy világá kürtője a jó cselekedeteit, meg az ilyen belső dolgait. Aha. De tudom nagyon jól, látszik a viselkedésén, és látszik a hozzáállásán, és meg az egész életén, hogy áldott az Úrtól. Hát nagyon szépen köszönöm neked, hogy kétszer is eljöttél, ide is beszélgethetünk, és köszönöm azt, hogy azt az áldást, amit kaptatok, azt továbbadtad, és megosztottad mindazt, amit megtapasztaltál és átéltél. És ha valakinek van kérdése, vagy szeretne tanácsot kérni, akkor nyugodtan írjon az e-mail címünkre, én Károlynak továbbítani fogom a kérdéseket. És a jövő héten egy felvett beszélgetés lesz újra, hiszen pünköst hétfője lesz, és pünköst hétfőn nem fogunk most élőadást szervezni, de egy olyan adás lesz, amit még eddig nem láttak a kedves tévénézők, ezt korábban fogjuk majd rögzíteni, ahol a vendégem Durkó István lesz, a Baptista Egyháznak a missziói lelkésze, és pünkösdről, és azon belül is a gyülekezet plántálásról fogunk beszélgetni, hogy Isten szent lelke hogyan munkálkodik ma napjainkba. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és Isten áldását kívánom az egész életedre, szeretteid életére és erre a szolgálatra, és a kedves tévénézőket pedig a jövő héten is várom ide a képernyők elé. Köszönöm, hogy velünk voltak, ma viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem a kapukon háttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak,
számban megtaláltalak.